tudom, hogy már kéne mennem fodrász, az már hatalmas a hajam. Hatalmas. Hát sziasztok, emberek, és mint láthatjátok, ismét FIFA 17, és azonban is folytatjuk az előző videóban nagyon-nagyon erősen megkezdett draftos sorozatunkat, úgyhogy Botival ismét nekülünk, és megnézzük, hogy sikerül az elkövetkezendő kettő mérkőzés. Úgyhogy akkor már itt is vagyunk a FIFA 17 Ultimate Team-ében, és azon belül is le fogjuk tolni a következő draftunkat Botival. Sziasztok! Eddig ebben a sorozatban megnyertünk kettő meccset, és összeraktunk egy nagyon-nagyon-nagyon durván király csapatot, úgyhogy megállíthatatlanul menetelünk a győzelem, a végső győzelem felé. Ki ez a néger? Mindegy, kezdjük el! Na, a lényeg viszont az, hogy egy gyönyörű napsütése, verőfényes napsütéses napon a Trabzonspor csapatát fogjuk söpörni. Itt söprés lesz. Térjünk vissza egy ilyen régi, nagyon jól bevált taktikánkhoz. Felkészültél? Na mondjad. Nyerni kell! Wow! Azt ott láttad? Ne, Boti, ne! Nyugi! Elfelejtettél valamit. Nyerni kell. Én nem felejtettem el. Mi vesztettünk? Labdát, de legalább sikerült játszani. Ne, told bele az a másikba! Rúgjad! Rúgtam. De hova? Hát hova nem? Máshova nem lehetett, sehova nem lehetett, mert beállt elő. Figyelj, inkább ne próbáld meg kimagyarázni. Kéne egy ilyen gép erre, ami így a lábammal tudnám megnyomni, és akkor csak az lenne, hogy itt közép, és ezt, csak ezt mondaná. Itt közép. Jó, az is jó. Valaminek az is közepe. Nem annyira versenyautó? Nem annyira versenyautó, mint amennyire versenyautó lehetne. Vagy amennyire, mint amennyire versenyautónak kéne lennie. Mert ezért elég erősen versenyautónak kéne lennie. Képzeld el ugyanezt a játékot, úgyhogy vannak benne versenyautók. Hogy csak versenyautók vannak, vagy csak van benne pár? Hát mondjuk az ugye elég durva lenne, hogyha ebben a játékban csak versenyautók lennének. Hú, bakker! Nem hiszem el, Boti! Mi történt? Cseba szarintottad a lehetőséget! Mert nem voltam erre felkészülve, hogy került hozzánk vissza a labda? Hát, én egyébként már amikor lövésre emelted a lábad, már levettem a szemem a képernyőről, gondoltam, itt úgyis kirúgás lesz. Én is, ez volt a baj, mert vagy valahogy szög lett, mert valahogy még visszakerült hozzánk a labda. Az jó! Köszönöm! Ott! Hallod, az ott az nem segít. Húzz vissza! Ne vezest ki! Erre! Rúgjad! Boti! Nem hiszlek el! Miért? Mi volt a baj? Hát rárúgtam volna és valaki szabálytalankodott. Nyilván te, gondolom. Nem, én beadtam éppen a szögletet. A bíróra azt hittem, hogy csapattag. Mert nem. Itt. Ja, köszi. Menjél! Ez miért volt jó, Boti? Ez legfőképp kinek? Abban a pillanatban, amikor megnyomtam, még jó volt. Lényeg az, hogy elérkeztünk a fejedhez. Gratulálok, Boti. Mindemellett gólt kéne lőni. Jó? Hát én rajta vagyok. Neked hát nem kéne. Látszik. Most már neked is kéne igyekezni kicsit. Na? Mekkora 150 kilométeres indítás? És hogy lehet ezt is? De ilyenkor mit kell csinálni? Mert hát nem tudom racionálisan gondolkozni például. Mekkora sprintet levág. Nem, de miért rám vált? Ezt nem fogom megérteni soha az életben, hogy ilyenkor miért vált rám? Nem bízik bennem a játék. Még nem csodálom, de... Akkor legalább csűrjed rá! De ez annyira mit kell itt udvariaskodni? Hát a tököm tel van az udvariassággal. Nyerni akarunk, nem ilyen. A fair play díjat már úgyse kapjuk meg. Hát figyelj. Minek következtében te is bekerültél a csapatba?
Fussál, Bati, fussál, ez nagyon nagy passz. Rúgjad! A hosszúba! A hosszúba rúgtam. Boti, megbocsátom neked. Ki? Ah, jó. Mi történt? De mi, ez miért? Ezt annyira hosszan Boti. Nyomtam, sokkal hosszabban nyomtam, mint amennyire. Soha nem elég hosszan nyomod. Fúj. Most annak indíts! Nem, de miért? Pedig fölemelte a kezét. Ki? Az ellenfél. Az pedig a nemzetközi jelzése, nem én voltamnak. Nem akarsz passzolni? De nem vettem észre, hogy nálam van. Boti, miért kell így elsietni? Mert mindent elsiet! Sérült a játékos. Boti, passz előre, ott nem lesz jó helyem. Egyrészt azért, mert hátul van, másrészt azért, mert nálad van, szóval ez így a legrosszabb párosítás. Mondjuk, hogyha nálad van és a kapu előtt, az se a legjobb, de mindegy. Vége a meccsnek? Igen. Hát akkor forduljunk rá egy nagy mosoly, egy széles mosolyjal a hosszabbításra. Na jó. Közébe? Cseréljünk. Mindenki. Én mondjuk téged nagyon szívesen lecserélnék, de... Mert lecserélnélek. Ez egy jó mondat volt. Griezmannt hozzuk már föl. Jó, hozzuk fel Griezmannt. Ide. Meg hozzuk fel Robbent. Ide. Coutinho-t Barkley helyére. De Barkley most itt csak fel. Kanté helyére Coutinho. Ne, nincs több. Jaj, mert valamelyik rohadék megsérült, hogy mi volt. Legyen az egy aranyszabály, hogy ahova nem látsz, oda ne passzolj. Azt mondtad, hogy nagyon hosszan. Ne. Nem hiszem el, miért? Most miért kell kikapnunk? Nem kapunk ki. Közep. Annak ott, Boti, 8 ember között? Jézusom. Utolsó 15 perc. Meg tudjuk csinálni, Boti, én. Mondjuk, hogyha benned nem is magamban, azért eléggé hiszek. Ne! Hát ez nem igaz. Ne, de miért nincs ott egy ember se rajta? Miért nincs egy ember rajta? Az ott lenne a 8-as, mi a tökömet csinál? Integet, érted? Hát ez elúszott ez a meccs, de legalább jót szórakoztunk. Nem, Boti? Nem. Rúg be, Boti! Mindegy. Akarná. Hát nem is ott. Na jó. A lényeg viszont az, hogy kapunk valamit. Valamit biztos. Ó, nézd meg! Még jobb, mint hogyha megnyertük igen, volna az egyébként egészen. Nem kell megnyerni. Nem kell megnyerni. Múltkor megnyertük, aztán tökre. Sokkal rosszabbakat. Na jó, kezdjük ezzel. Nézzük, hogy mennyire nem kapunk semmit. És igazán nem. Nagyon. Nagyon, nagyon semmit nem kapunk. Ez aztán értékes. Miért nem adtad akkor csak 2000-ért? Miért nem adtam 150-ért? Na? Na? Végre. Már csak ő hiányzott a képes kalendáriumból. És akkor elérkeztünk a videónak a legtökéletesebb és legkiteljesedő pontjába, amely pedig nem más, mint ennek a csodálatos packnek a kinyitása. Úgyhogy Boti, nyom meg te az A betűt. Nyom meg, köszönöm. Legalább ebbe legyen valami sikered. De nem. Hú, hát igazából ez nem volt életem meccse. De Botinak sem.
Mindegy, tulajdonképpen ennyi lett volna mára, abban az esetben, hogyha tetszett nektek ez a videó, vagy esetleg szeretnétek valamilyen szinten motiválni minket, hogy újra kezdjük a draftot és megpróbáljuk legközelebb is megnyerni, akkor mindenféleképpen dobjatok erre a videóra egy lájkot, vagy írjatok valami nagyon biztatott kommentbe. Nem csak erről, de találkozunk, addig is kövessetek Facebookon, sziasztok!